Választásokat tartanak vasárnap a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az afrikai ország jelenlegi államfője Joseph Kabila reményének adott hangot arra vonatkozóan, hogy a voksolás békés menetben zajlik majd. Kabilának egyébként három komoly kihívója is van. A már két éve esedékes, eredetileg december 23-ára kiírt elnökválasztást és vele együtt a parlamenti és tartományi választásokat a múlt csütörtökön halasztották el december 30-ára. A választási bizottság azzal indokolta döntését, hogy nem tud elegendő szavazólapot biztosítani a fővárosban és az azonos nevű tartományban, mivel az azelőtti héten tűz ütött ki a testület egyik fővárosi raktárában és több ezer szavazógép megsemmisült. A szavazás elhalasztásának hírére tüntetések törtek ki az ország egyes részein. A tiltakozók egy csoportja ebolás betegekkel foglalkozó központokat támadott meg. A biztonsági erők válaszul a levegőbe lőttek, és könnygázt is bevetettek. Köszönöm.